Tudjátok, hogy minek az ünnepe van ma? Madarak és fák napja. Madarak és fák napja. Képzeljétek el, ez egy nagyon régi ünnep. Nem olyan régi, mint a karácsony, de majdnem. Nagyon sok óvodás és iskolás tudta, hogy miért érkeztek pénteken a Tuzson János botanikus kertbe. A Madarak és fák napja egy több mint 100 éves hagyomány Magyarországon, amelyet minden év május 10-én ünneplünk. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Edukációs célja van, célunk többek között az is egyébként egészségügyi, hogy a friss levegőn legyenek a diákok, ne csak a tanterembe, itt egy nap, amikor ingyenesen lehet jönni, át lehet sétálni, Nyíregyháza kisváros, tehát bárhonnan át lehet sétálni a botanikus kertbe, sétáljanak a gyerekek, friss levegőn legyenek, igen, tehát ez a kettő együtt. A programok minden évben regisztrációhoz vannak kötve, és az óvodások mellett egyre többször hozzák el a pedagógusok az általános iskolás diákokat is. Pány József általános iskolából érkeztünk, és jó érezzük magunkat itt. Voltunk már a madár bemutatón, jó minden. Hét állomás várta a fiatalokat, ahol megismerhették a kert növényeit és madarait, megnézhették közelről, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, és akár madárolót is segíthettek készíteni. A játékos természetvédelmi és erdészeti bemutatók mellett pedig egy-egy odúba is bepillanthattak a gyerekek, hogy meglessék a széncinege fiókákat. Egyébként úgy fognak kirepülni, hogy a szüleik elkezdik majd nem etetni őket, hanem kintről, itt az ágak széléről fogják hívogatni őket, hogyha enni akarnak, akkor gyertek ki, és akkor fognak rájönni, hogy ők már tudnak tulajdonképpen repülni. A Madarak és fák napjának évek óta elengedhetetlen programeleme az év fájának elültetése, amely 2024-ben a közönséges bükk lett. A bükk egy viszonylag hosszú életű fafajtát, 200-300 évig is akár el tud élni, és elég magasra meg tud nőni ideális körülmények között, mondjuk 30-35 méter. De szeretném megjegyezni, hogy neki nem itt a nyíregyházi környezet az igazi terepe, hanem a hegyvidék. Azért is választották idén az évfa fajának, mert sajnos egyre zsugorodik az a terület Magyarországon, ahol ő megtalálja a számítását, illetve a potenciális életkörülményeit. Ebben az évben picit jobban odafigyelünk rá. Az év fája mellett a diákok sokat tanulhattak a különböző állomásokon, madarakról is, például a 2024-es év madarának választott kerecsen sólyomról.